Belépett a Mi Hazánk mozgalomba Volner János, Fülöp Erik és Apáti István. A három volt jobbikus politikus független képviselőként, de Torockai László pártjának tagjaként folytatja a parlamenti munkát. Ezzel a lépéssel a Jobbik már négy országgyűlési képviselőt veszített. Elsőként Dúró Dóra igazolt a Mi Hazánkhoz még júniusban. Taps 4 éve 2014-ben így ünnepelt az akkor még egységes Jobbik az országgyűlési választások után. Idén nehéz dolga volt a pártnak a választások utáni hónapokban. Júniusban kizárták Torockai Lászlót, az akkori alelnököt, ezután pedig sorra távoztak a képviselők a pártból. Kilépett Dúró Dóra és Novák Előd is. A három volt jobbikos néhány hét alatt még júniusban megalapította a Mi Hazánk mozgalmat. Néhány órája valóban jogerősen párt lett a Mi Hazánk mozgalom. Ezt 2 hónappal a mozgalom megalakulása után augusztus végén jelentette be Dúró Dóra az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Akkor azt is hozzátette, hogy az új párttal visszatérnek azokhoz a radikális alapokhoz, amelyek egykor a Jobbikot jellemezték. Mi egy professzionálisan működő pártot szeretnénk. Abban szeretnénk dolgozni. Ezt októberben mondta Volner János, miután Fülöp Erikkel és Apáti Istvánnal együtt kilépett a Jobbikból, majd mindhárman tárgyalni kezdtek a Mi Hazánk mozgalommal. Mindmáron 4 országgyűlési képviselő fogja megjeleníteni a Mi Hazánk mozgalom politikáját. Ezt pedig már most szerdán jelentette be Torockai László. A Mi Hazánk elnöke azt mondta, az októberben kilépett volt jobbikos képviselők csatlakoztak a párthoz, így Dúró Dóra mellett Volner János, Fülöp Erik és Apáti István is a Mi Hazánk tagjaként, de független képviselőként folytatja a parlamenti munkát. Torockai László azt is mondta, a 4 képviselő akár létrehozhat egy képviselőcsoportot is, de ez egyelőre a jövő kérdése. Zék Árpád Dániel, a Jobbik alelnöke, a Mi Hazánkkal kapcsolatos hírekre reagálva az ATV híradónak azt mondta, a politikai riválisoknak sok sikert kívánnak, de elsősorban a saját dolgukkal foglalkoznak.